Irán azt követeli a britektől, hogy engedjék szabadon a Gibraltárban lefoglalt tartályhajót, egyben kalózkodásnak minősítették az incidenst. A gibraltári legfelsőbb bíróság július 19-ig meghosszabbította a tanker lefoglalását, mondván a hajó megsértette a Szíria elleni szankciókat azzal, hogy nyersolajat szállít a polgárháború sújtotta országba. Ahogy Hamid Golamzadeh politikai elemző fogalmazott, az iráni közvélemény túlnyomó részt úgy gondolja, hogy megtorló intézkedésekre lenne szükség, például brit hajók lefoglalására a Perzsa-öbölben, de legalábbis alapos vizsgálatra mindenképp, mivel az iráni népet nemzeti büszkeségében sértették meg. Az iráni főváros utcái megoszlanak a vélemények a történtekkel kapcsolatban. Ez a teheráni férfi például arról beszél, hogy már az is nemzetközi jogsértés volt, ahogy a britek beléptek az ország területére, a hajó lefoglalása pedig egyenesen nemzetközi kalózkodással ér fel. Egy másik helybéli szerint a történtek nem rontanak a helyzeten. Ez a térség egy puskaporos hordó. Ha egy valaki hibázik, akár ezen az oldalon, akár a másikon, nincs különbség. Egyetlen hiba és felrobban a régió, mondja. Helyi parti őrök csütörtök hajnalban a brit királyi tengerészgyalogság támogatásával állították meg a panamai zászló alatt hajózó tankert.